Pécelen a polgármestert kérdeztük meg a város által beadott aktuális pályázatokról. Így a felnőtt játszótér és a műanyag borítású kézilabda pálya is szóba került, emellett Szőrösi Ferenc Attila beszélt még a legfontosabb városüzemeltetési feladatokról, többek között azokról az utcákról is, ahol jelenleg még lehetetlen állapotok uralkodnak. Kettő darab pályázatunkat már sikerült befejezni, az egyik a felnőtt játszótér, ami a Topolyosban épült, ennek a műszaki átadás átvételi eljárása ugye ezen a héten fog megtörténni, szintén ezen a héten vesszük át műszakilag a Szemere iskola udvarán elkészült műanyagfedésű kézilabdapályát, mindkettő egy nagy hiányt pótol a városban, nem lehetne elég sportlétesítményt létrehozni, hisz eddig gyakorlatilag nem volt szinte semmi, szép lassan elkezdjük majd fejleszgetni, építgetni. Én azt gondolom, hogy ennek még lesz a továbbiakban folytatása. Ha már a pályázatoknál tartunk, akkor utakra is ugye vannak viszmajor pályázatok. Három út is van, ami elvileg már el kellett volna készüljön, viszont nem sikerült, ami nem is az önkormányzat hibája. Igen, ez egy nagy szívfájdalom. Tavaly decemberben kötöttük meg a szerződést a DPM ZRT-vel. Ivóvíz ellátást érintő utak karbantartására, illetve az egyéni bekötő vezetékek cseréjére. Hát valahogy én tudom, hogy mi történt, hogy nem sikerült találni a DPMV-nek vállalkozót ezekre a munkákra, de a lényeg az, hogy a tavaly, illetve idén februárban aláírt szerződések teljesítése szeptember végén kezdődött el. Még a mai napig nem fejeződött be a Jókai utcának az egyéni bekötő vezeték kiváltása, tehát még nem lehetne munkába fogni ezt a területet. Ami a legnagyobb probléma az, hogy időközben a vállalkozó ugye arra való hivatkozással, hogy neki egy technológiai folyamatot be kell tartania, tehát a földnek megfelelő mértékben tömörödni kell, csak akkor van értelme az utat helyreállítani. Viszont meghagyta a DPMV ZRT az aszbeszt cement fővezetéket, amire meg nem lehet géppel tömöríteni, így gyakorlatilag az útépítő vállalkozó elmondása szerint legalább 3 hónap olyan tömörödési időt kell hagyni, amennyi idő alatt az időjárás, a víz, meg egyéb miatt természetesen betömörödik ezek a felbontásoknak a helye, és semmiképpen nem vállalta el ezeknek a kivitelezési munkáknak az idei kezdését. Ez óriási problémát jelent, hisz gyakorlatilag mi arra gondoltunk, hogy ilyen július-augusztusban már szilárd burkolat is elkészül ezeken az utakon. Nem akarunk mi visszaélni az itt élők türelmével, igyekszünk majd ezeket az utakat a téli időjárás alatt járható állapotban tartani. Ugye a városüzemeltetésnek már kiadtam az utasításra, hogy fokozott figyelemmel kísérje. Ugye a Felsősor utca, a Jókai és a Határútról beszélünk, ez a 3 érintett utca. Lehetetlen állapotok uralkodnak, ezt látjuk, hiszen én naponta járom ezeket az utcákat, tehát a városüzemeltetés fokozott figyelmet fog fordítani itt az utak állapotára, és ugye tavaszig, amíg meg lehet kezdeni ténylegesen a szilárd burkolattal való ellátást, addig ezeket járható útként kell karbantartani. A polgármesterné érdeklődtünk még a gyalogátkelőhelyek érdekében szervezett aláírásgyűjtésről, illetve ezek megvalósításáról is. A település első embere szóba hozta még az önkormányzat költöztetését, az óvodaépítést, a piasztér rekonstrukcióját és a csapadékvíz elvezetési problémákat is, majd egyéb pályázati lehetőségekről is informált a televíziónkat. Ha már az utaknál tartunk, a nyár folyamán egy aláírásgyűjtést szerveztek a különböző gyalogátkelő helyek kialakításához, amit most sikerült átadni. Közel 2000 aláírást sikerült összegyűjteni, lehetett volna több is, bár igazából én szerintem ez a szükségszerűségét nem befolyásolja. Ezeket az aláíróíveket én átadtam dr. Szűcs Lajos úrnak, aki az országgyűlési képviselőnk, és én meg is kaptam az értesítést, sőt, fényképet is kaptam arról, ahogy átadta dr. Mosocki László, közlekedés politikáért felelős államtitkár úrnak, aki azt mondta, hogy utána fog nézni és megnézni, hogy milyen segítséget tudunk kapni ahhoz, hogy ez a hosszú-hosszú évek óta generális probléma valamilyen módon megoldódjon. Emellett azért még hozzá kell tennem azt, hogy legalább egy zebrában nagyon komoly segítséget kapunk. Ugye itt az EMNEH elindított egy fejlesztést kint a Bartoshegyen, egy 13.000 négyzetméteres csarnokot épít, és még plusz 150 munkahelyet fog itt realizálni.
ők azt mondták, hogy természetesen, mivel az ő dolgozóikat érinti elsősorban ugye a Pesti úti határ, gyalogátkelőnek a megléte, ők jelentős pénzzel hozzájárulnak ahhoz, hogy legalább az a gyalogátkelő létrejöhessen. És ha már segítségnél tartunk, az önkormányzatnak nagyon vészesen fogy az ideje, hiszen költözni kell az épületből. Január 31-én ugye ennek az épületnek a bérleti szerződése megszűnik. Nagy ostobaság lett volna évi 26 millió forintért újból tovább bérelni, hisz az elmúlt 10 év alatt kifizettünk erre 260 millió forintot. Jó közelítéssel ebből már lehetne lassan építeni egy önkormányzati épületet. Komoly tárgyalások folynak a katasztrófavédelemmel, most onnan kaptunk egy segítséget, hogy ott kiürítenének nekünk egy 6-7 irodát, és az ügyfélforgalmat nem bonyolító szervezetek ebből az épületből oda költöznének. Erre ezen a héten kapunk végleges választ, én nagyon bízom benne, hogy pozitív lesz ez a válasz, és megoldja a problémánkat. Egyébként is ugye már lassan 6-7 éve lebegtetve van, hogy előbb-utóbb ugye a katasztrófavédelem megszünteti az itteni oktatási központot, és akkor ez ugye talán önkormányzati tulajdonba kerülhet. Ez évek óta megvan frissítve ez az információ. Gondolom nekik sem úgy haladnak a dolgaik, ahogy ezt eredetileg eltervezték, mi türelmesen várunk, de ez most egy kapitális probléma valóban, hogy nekünk innen menni kell. Mi történik akkor, hogyha esetleg mégsem sikerül ez, akkor hova tud menni az önkormányzat? Hát akkor egy furcsa helyzet kerekedik, mert ugye az már közszájon forog, hogy egy alapítvány, amelyik sérült gyermekek kezelésével, illetve tanításával foglalkozik, ő megkapta a Petőfi utca egyet. Ez az egyetlen olyan objektumunk egyébként, ahova még az önkormányzat ebben az épületében dolgozó személyzetét el lehetne helyezni. Ebben az esetben is lesz megoldás, mert hogyha minden kötél szakad, akkor az önkormányzati dolgozók a Petőfi utca egybe fognak elmenni, de hogy én nem maradjak, ne leszítsem el az arcomat itt az alapítvánnyal szemben, akkor nekik bérelni fogunk egy számukra megfelelő helyiséget. Közeledik ugyan az év vége, de az önkormányzat nem pihen, hiszen még számtalan pályázati lehetősége van. Hát igen, nagyjából ilyen 4 milliárd körüli pályázati pénzt sikerült eddig megpályázni. Ezek között vannak már megnyertek, illetve vannak olyanok, amelyek még a döntéshozatal nem született meg. Most gyakorlatilag, ami egészen bizonyosan elkezdődik, mert el kell, hogy kezdjük, az ugye tavasszal az óvoda építése, a piactér rekonstrukciója, a vállalkozói park építése ott a Maglódi út mellett, illetve a felszíni csapadékvizes pályázat, amelyik a Csatári teljes egészén megoldja a Pécerre jellemző kapitális csapadékvízelvezetési problémákat. Ezen felül ugye Rákospatak rekonstrukciójára adtunk be pályázatot, a kerékpárutas pályázat is szerintem menni fog, lesz bőven teendő.